A statisztikai adatok alapján ez idáig 62 ember vesztette életét koronavírus járvány következtében Torna megyében, jelentette be Horváth Kálmán kormány megbízott, az oltási munkacsoport vezetője. A házi orvosoknak tartott megbeszélésen azt mondta, a legfontosabb cél a vírus járvány minél gyorsabb visszaszorítása, mert a jelenleg életben lévő szigorítások hosszú távon nem tarthatóak. Az országos oltási terv szerint halad Torna megyében a folyamat, tette hozzá a kormány megbízott. Az egészségügyi dolgozóknak nagyjából a 60%-át leoltottuk, ez nagyjából körülbelül 3000 ember, és leoltottuk a szociális intézményekben lévő ápoltakat, őnekik körülbelül a 70%-át, mert megmondom, hogy a többit miért nem, illetve az ott dolgozóknak is a 30%-át, és természetesen, miután múlt héten már volt a 82 éven felülieknek az oltása, ott is leoltottunk körülbelül 1000 embert, egészen pontosan 930-at. Jelenleg Torna megyében megközelítően 6000 ember kapta már meg az oltást. A feladatokat elsősorban a házi orvosoknak kell megoldaniuk, a kormányhivatal ezért tervez 3 térségben ilyen konzultációkat. Horváth Kálmán azt mondta, amennyiben kellő mennyiségben áll rendelkezésre az oltóanyag, egy hétvégén akár 1 millió embert is le lehet oltani országosan. Mindig van annyi oltóanyag, amit el tudunk oltani. Nyilván ahhoz, hogy tömeges oltásokra sor kerülhessen, ahhoz ennél lényegesen több oltóanyagra van szükség, mint ami pillanatnyilag az országban rendelkezésre áll. Én azt gondolom egyébként, hogy európai vonatkozásban, európai mércével mérve Magyarország viszonylag jól áll. A rendszer rugalmas, tette hozzá Horváth Kálmán, így ha valaki nem tud eljutni a házi orvosához vagy az oltópontra, őt akár otthon is be lehet majd oltani. Ebben a munkacsoportban résztvevő szervek, betegszállítók, mentőszolgálat nyújt majd segítséget, hiszen a cél az, hogy mindenki be legyen oltva, aki erre jelentkezett.